Mr. Balhé. Látják azt a kis mozgópontot a sziklán? Az én vagyok, Alec McKenzie. Be kell vallanom, hozzászoktam a nehézségekhez, de ez a jelenlegi nehézség rendkívüli, még számomra is. Főleg, ha figyelembe veszik, hogy csupán az anyukámat szeretném megtalálni Eli öcsémmel. Tudom, hogy elég ijesztően hangzik, de a veszély az életem. Ez a kaland semmiség a legutóbbi küldetésemhez képest. Félre! Zenét szerezte Lee Holdridge. Minden jó disznók! Na jó, lehet, hogy kicsi élénk a fantáziám, de ez most tényleg igazi. És esküszöm, hogy tényleg így jutottam fel ide. Fényképezte John Flackenstein. Írta Paul Birnbaum. Rendezte Fred Garber. Középvölgyi gyermek. Az orvosok szerint a szíve? Ezt magyarázza meg valaki. Itt van egy ember, Saul Rubens, nem iszik, nem dohányzik, mindig ügyel a koleszterin szintjére. Hogy lehet ilyen rossz a szíve? Ha jól tudom, elmúlt 90. Az az ember 46 éve nem evett meg egy tojást sem. Én tehetek. Mindenkivel előfordul. Mert akkor feltételezem, hogy a szedonai kemping lefújva. Igen, sajnálom, Cliff. Tudom, mennyire várták már a gyerekek. Nos, a gyerekek nem is tudtak róla. Az én szakmámban a legfőbb szabály, hogy ne ígér semmit előre 3 tucat gyermeknek. Jól van, tégy meg mindent Szolért, és jobbulást kívánok neki. Jó, átadom. Hé, McKenzie! Tudod, elegünk van abból, hogy folyton a repülőddel játszol, és senki másnak nem adod oda. Ez más, nem kell odaadnom. Dehogy nem. Mégpedig most. Ugyanis, most én következem. Hol az a hülye távirányító a hülye gépethez? A zsebemben. Kiveszem. Nem, majd én. Azt kérdeztem, hol a távirányító? Nem azt kérdezted, hol a ragasztó? Hova be, utána! Hilaj, Hilaj! A nagyfiú kergeti Garekezért. Szóval, hogy te jövődre! Menj oda körbe! Otthon teremtő a kölcsönző király. Kempingcikkek, bútor, lakásfelszerelés. Az apád? Az apám? Hogy került ide? Apa hozza a kempingcikkeket. Ó, nem. Remélem, emlékszik rá, hogy titokban kell tartani. Mi ez a sok holmi, Mr. Haber? Minden, amire neked és a kis barátaidnak szüksége lehet a hétvégi sátorozáshoz. Sátorozni megyünk! Méghozzá Sedonába! Sátorozni megyünk! Nem értem. Azt hittem, Cliff titokban akarja tartani. Apa, ugye nem? Ha-ha-ha!
most mind azt hiszik, hogy sátorozni megyünk, apa. Mit csináljak? Kétségkívül nehéz helyzetben vagy. Ha jól értem, a gyerekek azt hiszik, hogy sátorozni mennek. Mert megmondtad neki. Kértelek, hogy ne mondd meg. Miért mondtad meg? Fiam, ha neked jó érzés engem hibáztatni, nem bánom, de gondolj a gyerekekre, akiknek csalódást okoztál. Rá kell vennünk szó Rubinst, hogy kinyissa a szedonai kempinget. Jó, persze. És hogy képzeled el? Meglátogatom és elmagyarázom a helyzetet. Hogy látogatnád meg? Nem is ismered azt az embert. Nekem is vannak rossz előérzeteim, azon kívül nem is ismerem azt az embert. Nézd, apa, kérlek, hálás vagyok, hogy segíteni próbálsz. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hálás. De nem látogathatjuk meg Szolt épp most. Mert szerint már csak hajszál választja el a haláltól. Ennyire súlyos? Akkor már is megyek. Szol, gyógyulj meg mi hamarabb. Örülök, hogy el tudtak jönni. Nagyon szívesen. Köszönöm. A felesége is elég rossz állapotban van. Igen, halló? A nevét kérném. Hogy mondja? Mondja meg. Mit mondjak? Mondja meg a nevét. Mit mondjak? Mondja. Mi? Ki maga? Mi? Van megbeszélt időpontja? Hogy mi van? Van idő. Igen, épp az nincs. Szeretnék beszélni Szol Rubinnal. De miről? Mi? Miről? Mi? Miről? Mi? Mi? Halló? Ne küszködj, drágám, Jeffrey, na nézd. De... Ez csak okay. Egy szállító. Jó, jó, vedd csak át, oké. Okay. Okay. Halló, személyzeti bejáró egyenesen előre. Köszönöm. Köszönöm a részt. Nagyon sajnálom. Kérem, bocsásson meg, de nem ismerem a férjem minden barátját. Én vagyok a feleség. Nem kell mentegetőznie, Ann. A nevem Harry Hable. Elárulná, hogy van Szol? Ó, már nem sok van neki hátra. De ismeri Szolt, nem adja meg könnyen magát. De nem ám, pláne nem küzdelem nélkül. Mit gondol, válthatnék vele néhány szó? Ó, természetesen, találkoznia kell a barátaival. Jöjjön vele. Szol? Megengedi, hogy bejöjjek? Ismerem magát? Nem Szól, a hagyományos értelemben nem. De szeretném elmondani, hogy miért jöttem. A seggfej csak egy szó a paromra. Valóban az. Nos, milyen kedves kislány? Az unokahúgom. Egy pöcshöz megy hozzá, de szereti azt a tábort. Valójában a táborról szeretné beszélni magával. A fiam Cliff vezeti a középföldi gyermekotthont, innen nem messze. Nem hallottam róla. Miről? A középföldi gyermekotthonról. Nem. Az egy otthon a gyermekeknek a középföldben, innen nem messze. Ezt már mondta. Tudja, mit tennék most? Egy tojást. A helyzet az, hogy megígérték ezeknek a gyerekeknek, hogy egy egész hétvégét tölthetnek Sedonában. Egy nap, ha eljön az ideje, Julie-ra hagyom a tábort. Valójában a táborról szeretnék beszélni magával. De hiszen most is arról beszél. Nos, azt látom, hogy nem mennek úgy a dolgok, ahogy általában szoktak. Remélem, hogy közös erőfeszítéssel kitalálunk valamit, amivel visszavarázsolhatjuk a mosolyt kis arcukra. Szol! Szol! Matt! Julie! Szia! Szia! Fogad részvétel. Igazi egyéniség volt. Hiányozni fog. Igen. Köszönöm. Örülök, hogy látlak. Rég találkoztunk. Igen, csak ugyan. Majdnem két éve. Nem sokára. Hello! Jeffrey Chase. Julie vőlegénye. Ő pedig Matt Nolan. Egy régi barátom. Matt! Ó, a tábor felügyelő.
Hát persze. Gratulálok a vőlegénységhez. Ez igazán. Úgy értem. Egyébként most táborigazgató vagyok. A lényeg az, hogy rövid nadrágban jár dolgozni. Hány ember mondhatja el ezt, nem igaz? Az attól függ, Jeff. Hajszálpontos kimutatást akar? Jeffrey. Nem Jeff. Menjünk, drágám. Jól mindjárt van. Kezdődik. Később találkozunk. Rendben. Örülök, hogy megismertem. Viszlát, Jeff. Ri. Miért kellett gúnytűznöd a rövid nadrágjából? Csak metaforikus voltam. Te mondtad, hogy örök gyerek. Ha az itt összegyűltek számát jelzésnek vehetjük, hőn szeretett embertől búcsúzunk ma. Kellemes volt a tegnapi összejövetel, Ann. És szeretném, ha tudnák... Julie, hogy mai beszélhetnék önnel a szertartás után? Nagyon fontos dolgot kell megbeszélnünk. Mindent összevetve, Saul Rubens kitartó ember volt, aki a semmiből kapaszkodott fel a hatalom és a jólét magasságába. De közben egy percre sem fordított hát a gyökereinek. Most szólítani szeretném egy kedves régi barátját, az utolsó barátot, aki beszélt vele, Mr. Harry Hebert. Kérem, uram, ide jönne? Saul Rubens kitartó ember volt, aki a semmiből kapaszkodott fel a hatalom és a jólét magasságaiba. Ám eközben ő egy percre sem fordított hátat gyökereinek. Időtlen idők óta ismertem már Sault. Gyerekkorunkban két szomszédos ház, udvarán nőttünk fel Bronxban. Tudtam, hogy Saul Philadelphiában nőtt fel. De igazán csak a Tijuanában töltött őrült egy év kovácsolt minket össze, ahol fegyvert fogtunk a lázadókra és részeg szenyoritákat kergettünk. Emlékszem Saul utolsó szavaira. A seggfej mondta, csak egy szó a baromra. Ma utolsó szavai hallatán gondolkodóba esem. Mennyire jellemezte ez barátunkat. Valóban, ilyen volt. Ilyen volt Saul. Julie, beszélhetnék önnel a szertartás után? Nagyon fontos dolgot kell megbeszélnünk. Igen? Szervusz. Apa, hol voltál? Aggódtam miattad. Nem azt mondtad, hogy felhívsz? Sajnálom, fiam, de kisé feltorlódtak az események, a temetés, a többi. Temetés? De jó Isten, nem. Saul Rubens meghalt. Nem telefonáltam, de kisé feltorlódtak az események, a temetés, stb. Apa, csak nincs bármilyen módon között Saul halálához. Ne légy nevetséges. Megállhat egy ember szíve pusztán attól, hogy beszélek vele. Nem. Egyébként, mint kiderült, Saul az unokahúgára, Julie-ra hagyta a tábor. Oh. És történetesen, de ez maradjon köztünk, elmondta, hogy a lány vőlegénye egy pöcs. Ehhez nekünk semmi közünk, apa. Szerintem a lány oda van érte. Beszéltél Julie-val a gyerekekről? Már is rátérek. Előbb hadd meséljem el, mit mondott a gyerekekről. A világért sem akarna csalódást okozni neki. Fantasztikus! Akkor mehetünk! Beírhatod a naptáradba. Július 1-én indulunk Sedonába. Július 1-én. Mához 4 hétre, azaz 28 napra. Pontosan ennyi idő alatt kell átalakítanunk a szedonai tábort, se Sedonává. Izgalmas, felnőtt üdülő paradicsommá. Már postára adtuk a meghívókat, 20 üdülőfejlesztő és házastársa részére. Mikor döntöttük el, hogy eladunk egy nyári tábort? Azután, hogy a menyasszonyom pénz és értékpapírok helyett ezt örökölte. Van még hülye kérdésük? Igen, miért? Miért költünk ennyi pénzt egy ideiglenes átalakításra? Adjuk el az ingatlant. Már maga a terület is egy vagyont érhet. Nem hallottam, amit mondtam? A föld nem az enyém, Julie. Az én dolgom az, hogy kicsinosítsam.
Július 1-én odautazunk, ott töltjük a hétvégét, és ha valamelyik vendégem véletlenül előrukkolna egy szerződéssel... Ez több lesz, mint egy kis kozmetikázás. Július 1-ére? Megoldható. Gyerekek, ne szórakozzatok már! Hozzátok azokat a gerendákat! Oké, visszük! Charlie, gyere ide! Segíts a fiúknak! Na, ez az! Szaporán! Jogi, jogi főnök! Alec! Hey, Alec! Fönt vagy? Mit akarsz? Van egy ötletem, hogy hogyan találjuk meg anyut. Hozd ide a címét! Ha ez igaz, az arizonai Phoenixben lakik. Igaz, a dossziából másoltam ki, tudom, hogy az övé. Jól van. Akkor nézd. Ez Phoenix, itt van anyu. És itt van a Sedona tábor, Norristownban. És nézd, milyen közel vannak, alig néhány centiméterre. Igen, de 1 centiméter 20 kilométer, majdnem 60 kilométerre van Phoenixtől. De közelebb, mint ahol most vagyunk, talán soha többé nem lesz ilyen lehetőségünk. Otthon teremtő Harry. Miguel, vidd vissza, mondd meg, hogy egy hajszál van a sütimen. Már megint? Hello? Harry Hebel? Jeffrey Shays. Itt nincs semmilyen Jeffrey Shays. Hello, Harry Hebel? Mr. Hebel, ne tegye le! Hogyan? Mr. Hebel, tegye le! Halló, Harry Haber? Mr. Haber, ne tegye le! Jeffrey Shays vagyok, Julie Rubins vőlegénye. Ó, igen, miben segíthetek, Jeffrey? Mr. Haber, nos, időpont problémánk van a szedonai táborozással kapcsolatban. A Julie sajnos nem tudta, hogy a július 1-i hétvégére már foglalt a tábor. Ó, az elég nagy baj. Szeretném megkérdezni, hogyha mód van rá, hogy... Hogyha mód van rá, meg tudná-e változtatni a terveit? Hogy mondja? Megváltoztatná a terveit? Megváltoztatná a terveit? Persze, ha nem probléma, nekünk megfelel. Mi? Állítsa már le azt a masinát! Telefonál. Nem látja, hogy telefonálok? Mit mondott az előbb? Azt, hogy megfelel, Jeffrey. Köszönöm, hogy telefonált. Beszélgetni. Hé, ez egy csaj, oké? Csak az érdekli, hogy mennyire jól néz ki. Figyelj, és tanulj. Halló, szia. Figyelj, csak el akartam mondani, mennyire tetszett a ruha, ami rajtad volt. Olyan szexi volt, olyan akkor elegáns, érted? Ugye, és olyan kívánatos, és dögös. Nagyon különböző okokból kerülnek ide a gyerekek. Van, aki újszülöttként, mások, például Alec és Eli McKenzie úgy, hogy az édesanyjuk lemondott róluk az apjuk javára. De az apa 2 évvel ezelőtt meghalt egy autóbalesetben. Bocsássanak meg. Igen, Tracy? Nick Tyler, 2. vonal. Ó, Nicky az egyik 12 évesünk, imádni való kölyök. Telefonon keresi magát? Ó, igen, mindegyik. Tudja, nagyon különleges a kapcsolatom a gyerekekkel.
Hé, hey, Nikki, mi az? Készülsz a táborozásra? Figyelj! Csak el akartam mondani, mennyire tetszett a ruha, amit a múltkor viseltél. Nagyon szexi volt. Nick! Talán nem az a legmegfelelőbb idő. Ne, várjanak! Ez nem vicc, Nick, ez nem vicc! Hé, várjanak, kérem, várjanak! Ez csak... Csak annyit mondok, hogy még egy akció. Még ha csak távolról is emlékeztet erre, és mindkettőtökre igen nagy megpróbáltatás vár. És amikor azt mondom, nagy, ó, az nem egyszerűen nagy, nem, hanem mérhetetlenül és rettenetesen nagy. Eli, menj a buszhoz, és várj meg ott. Sok szerencsét. Mit csináljak veled, Alec, ha? Nézd ide, már nincs hely a táblán. Most kezdjek rajzolni a falra? Alec, itthon maradsz. Nem jöhetsz a táborba. Kérem, Mr. Haber, esküszöm, hogy nem fordul elő még egyszer. Alec, mindig ezt mondod, mégis ennek ellenére újra és újra csinálod. De most tényleg nem, Mr. Haber. Megígérem, el kell mennem a táborba. Alec, inkább azzal a ténnyel kell szembenézned, hogy felelősséggel tartozol a cselekedeteidért. Remélhetőleg hosszú távon tanulsz ebből az esetből. Érthető? Nem mehetek. De el kell jönnöd. Meg kell keresnünk a mamát. Mit csináljak? Szobafogságra ítélt. Van egy ötletem. Gyere! Jól van, gyerekek, mindenki szálljon fel. Egyesével. Gyerünk. Beszállás. Igen, Tabitha? Melissa tegnap este fürdött, és kifolyt a kádból a víz. Nem baj, a táborozás ideje alatt nincs árulkodás. Szállj fel szépen. Nézzetek a lábatok elő, gyerekek. Egyesével. Készítsétek elő a jegyeket a beszálláshoz, és... Oh-ho. Ennek a csomagnak fent kell utazni az ülésen, Eli. Vigyázzon, Mr. Hill. Egy kicsit nehéz. Csak kicsit nehéz. Ez majdnem olyan nehéz, mint te. Jól van, meg vagyunk. Ennyi, apa, mindenki fönt van. Figyelj, csak annyit kérek, hogy ne veszíts el senkit. Cliff, nyugi. Imádni fogják a kékeget, a friss levegőt, a felhőtlen szórakozást. Elkészültél? Igen. Biztosan? Igen. Ne feledd, drágám, hogy mindent értettettem. Kinyithatod? Látod, mit számít néhány vödör festék? Ja, Istenem! Hát nem csodálatos? Nem. Egyáltalán nem az. Miért? Tönkretetted, Jeffrey! Mi? Tönkretetted a táboromat! De hát, Julie! Sandy! Hello! Isten hozta Sesedonában. Igazam volt, mi? Ugye fantasztikus hely? Lala, hello! Hogy érzi magát? Hordozom a terhem. Hordozza a terhét? Ha szerint az idióta médium szerint igen. Állítólag valamelyik előző életében a legjobb gyerekkori barátját agyon taposta egy ló. Nagy törés. Lance-nek hívták. Azóta is próbál kapcsolatba lépni vele. De még nem találkoztak. Ehhez mit szól? Hé, mi az ábra? Eladó az ingatlan, vagy nem? Hát, hivatalosan nem. A menyasszonyom öröksége, de ki tudja. Kétlem, hogy érdekelni a turistaipar. Hé! Hey! Mit csinálsz itt? Tudod, mi lenne jó húzás? Feltölteni a tavat és sörözőt építeni rá. Jeffrey ötlete volt. Azt hitte, tetszeni fog. És mi volt a másik ötlete? Hogy sóder réteg alá temeti? És honnan ismered ezt a Jeffrey? Üzleti kapcsolatban állt apámmal. Remek. Tehát
A család is áldását adta rá. Ez így helyes. És dicséretes. Mert én is folyamodtam áldásért. Nagyon szerettem volna, de a szabályok világosan kimondják, hogy az áldást nem nyerhetik el holmi táborigazgatók, úgyhogy... Képzeld, a családomnak ehhez semmi köze. Történetesen szeretlek. Tem Jeffreyt. Szeretem Jeffreyt. Igen, képzeld. Ha emlékszel, mi ketten, nem illettünk össze. Tudod mit? Igazad van. Ráadásul az én hibám, mert fel sem merült bennem, hogy olyan fickóra vársz, aki irányítja az életed és tönkreteszi a táborod. Úgyhogy... Ha elfelejtetted volna, Matt, azért szakítottam veled, mert nem voltál hajlandó hosszú nadrágot viselni, és ez csupán... metaforikusan mondom. Mit jelentsen ez? Azt jelenti, hogy az egész életedet a lábtenisznek, a Chicago Bullsnak és Kampocsőr kapitánynak szenteled. Azt jelenti, hogy inkább gyerekként viselkedsz. Mint hogy felnőj, és saját gyerekeid legyenek. Julie, ugye tudod, hogy ma érkeznek a középvölgyi gyerekek? Nem, Jeffrey beszélt Harryvel, azt mondta, megváltoztatták a tervüket. Akkor valószínűleg valami félreértés történt. Szia! Nem ismered. Csapjad össze, a mancsodat. Újra hallom, a hangodat. Újra itt van, újra itt van a nagy csapat. Új vendégek? Jól van, lassan, Hol van a táborvezető? Nem most, Eli, meg kell keresnem a táborvezetőt. Jeffrey! Mit csinál? Arról volt szó, hogy nem jön ide. Nyugodj meg, Jeffrey! Egészen kidagadnak a nyakadon az erek. Meglehetősen modortalanul viselkedik. Micsoda? Nézze, beszéltünk telefonon. Mondtam, hogy probléma merült fel. Azt mondta, megváltoztatja a tervet. Nem, nem mondtam ilyet. Ó, dehogy nem. Ellenvetés nélkül beleegyezett. Amivel sehogy sem tudunk, próbáljunk békésen megférni egymás mellett. Ó, drágám, szerintem ez jó ötlet. Vendégeim vannak. Nincs hol aludni a gyerekeknek. Ez egy tábor. Bizonyára hoztak magukkal sátrat vagy hálózsákot. Ez csak természetes. Nos, hol fognak aludni a gyerekek? Gyerekek! Már csak ez hiányzott. Szigorú utasítást kaptak, hogy ne legyenek láb alatt. Észre sem vesszük, hogy folyamatosan itt vannak. Folyamatosan hánynak. Senki nem hány folyamatosan. Semmi kedvem hányással vesződni. Maguk komolyan beszélnek? Julie! Valami miatt oda van a gyerekekért. Máskülönben remek lány. Tényleg? Csak maga lesz itt és mi gyerekek? Azt hiszed, nem bírok veletek? Igen. Hadd áruljak el valamit, kis barátom. Nem csak, hogy mindig mindenütt ott tudok lenni, de ha szükséges... Még a folyók irányát is megváltoztatom. Arról nem beszélve, hogy puszta kézzel hajlítja az acélt. Itt maradhatok, hogy kéznél legyek, ha akarod. És segítek. Jó. Az nagy segítség lenne. Kezdődjön az izgalmakkal teli hétvége. De jó, kösz! Hazafelé te mész a táskában. Ha megtaláljuk anyut, otthon leszünk. Megbeszéltük. Erről jut eszembe. Ki kell derítenünk az irányt. Ha 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 ha
Mr. Gilbert, hogy ezt kint is hallani? Nagyon hangosan. Ó, csak próbálom a rendszert. Miben segíthetek? Matt azt mondta, hogy vannak itt térképek. Ott lógnak a falon. Miben segíthetek? Megnézhetem őket. Miért ne? Talán van valami konkrét, amit keresel? Phoenix, Arizona. Ah, Phoenix, Arizona. Tudtad, hogy van Arizonában egy Phoenix nevű város? Maga járt már ott? Eli, a szakmában eltöltött 34 év után úgy ismerem a városokat, mint a folyékony acél. Akkor tehát járt már ott? Mármint? Phoenixben. Például, hogy lehet eljutni oda mondjuk ebből a táborból? Itt a halál kereszteződésnél rátész a 70-esre, azután a 80-ason mész a 60-asig, és a 60-as már egyenesen odavisz. Ennyi. Oké, kösz. Hé, hogy van? Viszem a terhem. Viszem az üdítőm. Hé, Eli, mit csinálsz ott? Oh, hurrá. Eli. Eli nincs itt. Van egy találatod. Egy sátorban alusztok? Aha. Akkor hadd húzzalak ki a listámról. Hogy is hívnak, öcsi? Mi a nevem? Igen. Általában azon szólítanak, nem? Ez elég furcsa. Itt vagyok. Nem, nem. Patrick Fullersteint már kihúztam. Nem, ő nem Patrick Fullerstein, hanem Petstein. Én Rick Fuller vagyok. Lehet, hogy Tracy egybeírta a nevünket. Rick Fuller. Ezek szerint igen. És ezért meg kell halnia. Aha. Hé, ez egy Flyrider 2000-es. Aha. A 6. születésnapomra készítettük az apámmal. Ez komoly? Én a 29-re csináltam. Már legalább 1000 darabban van. Apám megtanította, hogyan olajozza meg a motort, és hogyan javítsa meg a propellert, ha eltörne. Jó kis csapat lehettetek. El akartunk indulni a Balboa Parki versenyen 94-ben, augusztus 4-én. Aznap halt meg. A rendőrség szerint azért, mert nem volt bekapcsolva az öve. Maga bekapcsolja? Igen, de minden alkalommal. Jól teszi. Mesztelen? Mesztelen a hátok? Nem tudom tűtöztetni magam. Lemegyek. Hé! Hey. Hello. Kér egy italt? Ó, te vagy a buzos kisfiú. Édes vagy, hozhatnál egy klubszódát. Hogy esne egy csók? Hogy? 2 deci nem lesz túl sok? Ó, nem. Köszönöm. Láthatnám a popsit. Mi? Kér egy kis húsit. Én vegetáriánus vagyok. Oké. Okay. Jól elkaptad, haver. Láthatnám a popsit. Lovagolni megyünk, fiúk. Az utolsó takarítja ki az istálót. Matt, megengedi Cliff, hogy megtartsa? Ó, egészen biztosan kicsi. Jó. Vakító napfény, friss levegő, mosolygó gyerekek, nincs is jobb a világon, igaz? 3 szó, Harry. Porsche, nők, parabola antenn. Mert ahogy öregszik, úgy döbben rám, milyen keveset jelentenek ezek a csecsebecsék. Kivéve a parabola antennát. Igen. Azt hittem, ma együtt dolgozik Julival. Igen, de gondolom Jeffrey meggyőzte, hogy nem. Fogalmam sincs, mit lát abban a fickóban. Mit adhat neki, amit én nem tudok? Ó, sajnos erre a kérdésre nincs válasz. Bizonyára házasságot, gyönyörű otthont, a biztonság, fényes jövő ígéretét, társadalmi rangot.
Nem, sajnos erre a kérdésre nincs válasz. Tehetek arról, hogy éretlen vagyok a házasságra, legalább beismerem. Az az érzésem, hogy érettebb a házasságra, mint gondolná. Csak kellene egy kis... Nick! Nincs bajvívás! Egy kis lökés. Mi jutott eszedbe, Alec? Miért jöttél ki a sátorból? Nem érdekes, már találkoztam Matt-tel. Találkoztál vele? Mit mondtál neki? Az, hogy Rick Fullernek hívnak. Ki az a Rick Fuller? Hát, a lényeg az, hogy bevette, szabad ember vagyok. Nem vagy az. Ugyanis Mr. Heber apja tudja, hogy nem szabadna itt lenned. Akárcsak a többiek. Oh, tényleg. Tégy meg egy szívességet, Alec. Rick! Mostantól fogva bízz rám a gondolkodást. Menj vissza a sátorba, és vigyázz, nehogy még valaki meglásson. Biztos, hogy tud főzni ebben a koszfészekben. Úgy értem, van elég áram meg, ami kell. Ó, jó. Jó, kiváló. Attól tartok, túl sokat rendelt Mr. Chase. Mi lenne, ha a gyerekeknek adnánk a maradékot? Ó. Igen, igen, örömmel. De ha enni ad a kóborállatnak, nem szabadul meg tőle. Ez igazán gusztusos. Foglalja a helyet. Lana, milyen csöndes ma este? Épp Lance után kutat. Lance? Ő az a fiú, aki meghalt? A médiumom azt mondta, hogy ma este tér vissza, meghúzódva a sötétben, rémülten, szemét rám meresztve. Igen, drágám. És ez a médium sohasem téved, igaz? Hé, nézzék ezt a koleszterin bombát, hölgyeim és uraim. Ki kér még? Én. Rendben. Egyet? Oké. Te is? Uh-huh. Itt van. Tessék, parancsolj. Igen, köszi. Hé, Eli, nézd meg Ricket, miért nem jön? Ki az a Rick? Rick Fuller, Eli hálótársa. Ki az a Rick Fuller? Nem használja az igazi nevét. Van egy beceneve. Tank. Tank Fuller? Nem is rossz. Nem hallottam mi... Hé, vigyázz! Ó, ne haragudj, Roger. Hé, Nick, az már a harmadik kolbászod. Rekordot akarsz dönteni? Lehet. Milyen rekordot? 1989 nyarán a 10 éves Edward Tominello 46 sajttal töltött Oscar Mayer szeletet fogyasztott el, mielőtt a gyomra sajnálatos módon felrobbant. Nem hiszem. Nem hazudok. Kérdezd meg Julie-t. 2 héttel később megtalálta egy darabját a kenujában. Miért hazudnék? Mi az, későbbre tartogatod? Igen? Igen. Van úgy, hogy megéhezem éjszaka. Kiskoromban én is így voltam ezzel. Hát te, Eli, van úgy, hogy megéhezel éjszaka? Néha. Kiskoromban én is így voltam ezzel. Ó, Istenem! A szem! Materializálódott Lenz szeme! Na, ez már ugyanató! Biztos vagyok benne, hogy nem igazi szem. Lenz. Üvegből van. Ez Lenz. Hello, Lenz! Utálod azt a mondani, de le kell nyugtatóznom Lanát. Tud erre felé valaki egy jó hamburgerest? E
Ezek a kis disznók tönkretették az estét. Miről beszél? Egész este itt ültünk és ettünk. Értem. Akkor csupán csak véletlen egybeesés, hogy most robbant bomba a mártásunkban. Jeffrey, ha elfogad egy tanácsot, akkor ráfogja a teliholdra és elfelejti az egészet. Ezen kívül, ha elfogad egy tanácsot, akkor ráfogja a teliholdra és elfelejti az egészet. Észrevette valaki rajtam kívül, hogy folyton ismétli önmagát? Nézze, cserkész úr, tartsa kordában a kölykeit, vagy még ma este indulhatnak haza. Takarodjatok a kocsimtól! Hát, igazán sajnálom, gyerekek. Jeffrey egy... fasz? Nick csúnyán beszélt. Inkább úgy mondanám, hogy túl sok stressz érte, rendes körülmények között nem ilyen. Érdekes, nem? Bizonyára egy egészen más oldaláról ismeri Jeffreyt, különben miért akarna a felesége lenni? Ez rossz húzás volt, Alec. Mi van, ha elkapnak, amikor épp az ételedbe pottyantod azt a sok vacakot? Akkor is megérte volna. Figyelj, beszéltem a konyhásokkal. Phoenix mellett van az irodájuk. De jó, elvisznek minket. Eli, ébren vagy? Tank, micsoda vacsorát hagytál ki? Tank? Tudja a beceneved. Eli, volna egy feladat, ha elvállalod. Egy feladat? Szuper titkos, holdbiztos. Bár tudom, hogy ez általában Alec területe, de most... Minden elismerésem, Eli, de én jobb vagyok. Rendben. Kezdhetjük. Ez meleg víz. Bíz bennem, mindig beválik. Csak önts Jeffrey tenyerébe, és pár másodpercen belül bepisil, mint egy csecsemő. Mi történik, ha elkapnak? Egyedül csináltam. Semmi közed nem volt hozzá. Adj neki, Tank. Istenem, Jeffrey, ébredj fel, bepisiltél az ágyba. Mi? Mi esett be? Ó, te jó Isten!
Hat óra van! Na, de ennek elment az esze. Hova mész? Meg kell ölnöm valakit. Jó reggelt! Egyedül csináltam ehhez, mert nek semmi köze. Hajnali 6 óra van! Hogy mondja? 6 óra van! Mi? Hajnali 6 óra van! Nincs szükségem órára. Pontban 6-kor szólal meg a kürt. Igen, köszönöm. Szívesen. Fiúk, egy kis reggeli horgászás. Menj el, ha akar. Ez a három gyerek nagyon ijeszt. Igen. Bár mi is elég ijesztőek voltunk. Emlékszel arra, amikor elvittük a kajakot, és nem jöttünk vissza, csak másnap reggel? És a rendőrökre, akik a holttestünket keresték a tóban, igen, nem örültek, amikor megláttak. És arra emlékszel, hogy Liza Nash beosont a sátradba, és vízbe merítette az ujjadat, amitől bepisiltél. Igen, de visszaadtam neki, emlékszel? Mert reggel kicsavartam a lepedőmet a poharába, és azt mondtam, hogy almalé. Uh-huh. Emlékszel? Ah, Julie! Ez almalé volt. De más is lehetett volna. Nem lehet. Sajnálom. Nem hiszem el. Mindjárt teljesen, tökéletesen mesztelen lesz. Megmondom! A fejedben pénz. Az este beszéltem egy kicsi, ám igen gazdag konzorciummal, amivel időről időre üzleti kapcsolatban állok. Meg akarják venni a tábor, Jeffrey. Csak ugyan? Amikor ilyet használtok, a legfontosabb szabály az, hogy ne célozz semmire a felnőtt felügyelete alatt álló céltáblán kívül. Miért? Annyira zárjátok, nem értem. Hát ezért akkor ki kezdi? Én!
Amber? Á, apa, figyelj ide! Alec McKenzie eltűnt, megszökött. Nem lehet, hogy ott van veled a táborban? Itt nem láttam. Akkor légy szíves, nézz körül, jó? Lehet, hogy valahogy felsurrant a buszra. Jó, bár nem tudom, hogy jöhetett ide, ha csak nem úgy, hogy felsurrant a buszra. Haló? Modern technika. Holnap reggeli után kellene megszoknunk a szállító autóval. Akkor csak jó soká veszik észre, hogy eltűntünk. Eli! Eli! Fel kell tennem neked egy nagyon fontos kérdést. És nem szeretném, ha hazudnál. Miről van szó? Hogy miről? Azt mondta, fel kell tenni egy kérdést. Fel kell tennem egy nagyon fontos kérdést. És nem szeretném, ha hazudnál. A bátyád, Alec? Itt van a táborban? Nincs. Nem láttam Aleket, mióta eljöttünk a középvölgyből. Én is úgy gondoltam. Ah, jó pihenést, fiam. Még valami, Eli? Nem azért szóltam, hogy aggódj Alec eltűnése miatt, csak meg akartam győződni arról, hogy nincs itt. Jó? Értettem. Jó pihenést, fiam. Mi a fenét csinálunk? Ja, még valami, Eli. Ha Alec véletlenül felbukkanna, légy szíves, szólj nekem. Nem elég, ha tudjuk, hol van. Tudni szeretnénk, hogy mikor van ott. Igen, uram. Jól van. Jó pihenést, fiam. Tégy, amit akarsz, Alec, csak ne mozdulj. Mindjárt jön. Figyelem. Mindjárt. Most! Ó, Jézusom! A francba! Hadd a felébe, gyere! Honnan tudod, hogy való? Megnézettem egy szakértőre. A szakértő sem lehet biztos benne. Táborba megkezdünk. Lehet, hogy a repülőjével jött. Mr. Haber hozott el. Hiszi a piszi. Add ide a távirányítót, vagy beárullak. Mennyi nennék? Mennyi nennék? Hé, Alec! Nem kértem tőled tanácsok. Adj viszonék! Fogd be a szád! Most szét velünk! Nem fogsz rohanni! Csak vissza! Hé, mire készülsz? Felmászol érte? Ez nem normális. Az csak egy vacak játék. Hé, Alec! Túl magasan van! Add a fenébe! Hé, Alec! Lezuhansz és meghalsz, te bolond! Szerintem nem jön le. Szép lövés volt. Remélem, neked is sikerül, Eli. Ezt nagyon nehéz húzni. Tehát megcsókoltál. Egy kicsit megszédültél, de semmi gond, már jól vagyok, oké? Okay? Nem kell elnézést kérned. Tudod, mit mondott Eli? Azt mondta, hogy ő és a bátyja hamarosan ismét családban fognak élni. Hm? Lehet, hogy igen. Ebben a korban ki van zárva? Mert te is árva vagy, tudod, milyen nehéz ez? És ott a bátyja, igazi bajkeverő, mint te. Nézd, a bajkeverők nem feltétlenül rossz gyerekek. Matt! Julie! Hé, Harry, semmi hír Alecről? Nem, mostanában semmi.
Épp arról beszélgettünk, hogy ki akarhatja örökbe fogadni őt és Eli-t. Mondjuk maga és Jeffrey. Nem hinném, hogy Jeffrey a legalkalmasabb az örökbefogadásra. Ó, micsoda meglepetés. Nem látom, hogy vállalnál ilyen elkötelezettséget, vagy bármilyen elkötelezettséget, ha már szóval róla. Elárulok valamit. Ha vállalnék ilyet, csak is olyannal, aki békén hagyja a táboromat. Julie! Julie! Ah. Hello! Megbocsátalak? Hogyne, Jeff. Hm. Jeffrey. Láttam, milyen ellenséges volt? Elkötelezetlennek nevezett. Nem vagyok elkötelezetlen. Nem csak, hogy nem vagyok elkötelezetlen, de elköteleztem magam, hogy nem leszek elkötelezetlen. Jól mondja. Pierce Hamel ajánlatot tett a tábor megvételére. De ez a tábor nem eladó. Igen, tudom. De nyilvánvaló, hogy ez a föld sok pénzt megérne az építtetőknek. Te azt mondtad Pierce-nek, hogy eladó a táborom? Ezért hívtad ide az embereket? Mindenki ezt hiszi? Nem. Erről szó sincs. Drágám, ezek az ingatlan kereskedők azt hiszik, hogy minden eladó. Gyorsan! Segítsenek! Segítsen valaki! Segítsenek! Jöjjön gyorsan! Mit történt? Alec bajban van! Hol van? Tudod, hol van Alec? Igen, a sziklafalon mászik! Jöjjön! Menjünk! Ti maradjatok itt, jó? Julie, ezt ők elintézik, beszéljünk Pierce-szel. Engedj el, Jeffrey! Megmondom, hogy nyitott vagy rá! Nem Alec, hanem Tank. Az az érzésem, hogy Tank azonos Alec-kel. Nem is volna szabad itt lennie. Szobafogságban van. Pofa, Benik! Biztosan tudom, hogy mindez a te hibád. Nyugi, most nem az a fontos, hogy kinek a hibája, hanem az, hogy lehozzuk onnan Alec-et. Nekem úgy tűnik, bűnös a fiú. Alec! Figyelj, öcskös, gyere le most azonnal, jó? Nagyon lassan, nagyon óvatosan. Csak ha megvan a repülőm! Alec, felejtsd el azt a repülőgépet, fiam! Mász le onnan! Úgy sem jön le. Nem hagyja ott a repülőgépet. Miért? Hisz az csak egy kis hülye gép. Nem, dehogy. Az nem egy sima repülőgép. Matt, légy óvatos! Mászott már sziklát életében? Nem. Se baj, a jó pap holtig tanul. Istenem, köszönöm. Én is hasonlóképp. Én is. Jól vagy, foglak. Jól vagy? Igen. Jó. Ó, mielőtt elfelejtel. Mit? Profi munkát végeztél az éjjel. Kérsz, a vacsorát is én szabotáltam. Ettől tartottam. Jól van, kapaszkodj így. Jól vagy? Foglak. Jól van. Csúsz le. Lent vagy? Nem hagyhatom ott a repülőmet. Segít emlékezni a papámra. Jól van. Mit csinálnak? Miért nem jönnek le? Mert lehozza a repülőt. Nagyon vigyáz! Csak nyugi. Mármint a repülőre. Benne.
Igen. Ott van, apa? Ott az orrod előtt? Nem valami okosan megtervezett robotember? Ja, igen, itt van és jó színben van, de... Tartsd egy kicsit, fiam! Alec kérdezi, hogy hány rossz pontot fog ez jelenteni neki. Aha. Jól van, fiam. Megmondom neki. A rossz hír, hogy Mr. Haber érted jön és hazavisz. A jó hír, hogy sikerült a rossz pontokat 1 milliárdról a felére csökkenteni. 1 milliárd? Kész vagyok, indulhat! Mr. Haber idejön. Ma este hazavisz. Mi bajod? Semmi. Azért egy kicsit még itt maradnék, Mattel és Julival. Nagyon szeretem őket. Apa is szeretné. Szerintem is nagyon szeretné őket. Hello, Harry. Ide ülhetek? Szól a halála előtt elmondta, mennyire szereti ezt a tábort. Igen, kár, hogy már nem tábor a tábor. Legalábbis nem az, amire emlékszem. Attól tartok, Julie, hogy Jeffreynek tervei vannak a táborra. Hagyjuk ezt, Harry. Elegem van már abból, hogy mindenki Jeffreyt támadja. Bár nem mondom, hogy könnyű vele, de helyén a szíve, és tudom, hogy nem tenne olyat, amivel megbánthat. Úgyhogy nagyon kérem, hagyjuk ezt a témát, jó? Mondja, mióta ismeri a bácsikámat? A mesterséges lélegeztetés leszámítva, nem több, mint 2-3 percig. Ön igen rejtélyes utakon jár, Harry Haber. Néha, Julie, ez az egyetlen lehetséges út. A másik fiú pedig megszökött. Nem is lett volna szabad itt lennie. Igen, és most szegénynek haza kell mennie, ahol már várja a 500 000 000 rossz pont. Tényleg 500 000 000? Julie, Pierce a tábor megvételéről szeretne beszélgetni. Igen, ez még elég bizonytalan. Erre kis én is ezt mondtam, drágám. Gyerünk. Hogy még nem gondoltunk az eladására. Igen, ezt én meg is értem, de higgy el nekem, Juli, hogyha nem fordít kellő figyelmet a táborra, könnyen elveszíti az értékét. Legalább hadd közöljem az ajánlatomat. Hé, csak az olcsó helyek maradtak neki. Hihetetlen, hogy Juli ehhez megy feleség. Én is tudom. Juli már nagy lányfiúk. Ha a hátralévő életét egy jóképű, gazdag férfival akarja leélni, ezt neki kell eldönteni. Úgy tűnik, már döntött. Igen. Hémet, mondd, mi van köztetek? Ha valami elromlik, megjavítod. Nekiállsz és dolgozol rajta. Amíg el nem készül. Igen. Mondok valamit, Alec. A lényegre tapintottál. Köszönöm a jó tanácsot. Szívesen. Az apámtól tanultam. Én hol voltam? Talán átmentél Richardékhoz. Ó. Oh. Ez egy igen nagy lelkű ajánlat, Julie. Igen, valóban az, és nem mondom, hogy nem, Julie, de tudja... drágám, ez a tábor csodálatos emlékeket őriz. A fantasztikus nyaralásokról.
És azzal, hogy eladod, az emlékek nem tűnnek el. Itt maradnak, itt bent. Viszont gazdagíthatjuk az életünket. Lehetőséget adunk magunknak, hogy közös szép emlékeink legyenek. Ebben Szol bácsi is egyetértene. Lehet. Igaz. Én biztos vagyok benne. Bocsáss meg egy percre. Mr. Haber? Tessék, én vagyok Harry Haber. Igen, tudom. A barátaim? Akadt egy kis javítani való. Julie. Boldog vagy Jeffreyvel? Hogy? Biztos, hogy hozzá akarsz menni? Kérem, foglalj jó helyet, mielőtt országos áramszünetet okoz. Ha nagyon őszinte akarok lenni, Matt, mostanáig nem voltam biztos benne, de az előbb Jeffrey megmutatta az érző oldalát, amiről mindig is reméltem, hogy létezik. Mindezeken túl jóképű, sikeres, nagy lelkű, szellemes merész és nagyszerű táncpartner. Most boldog vagy vele, vagy sem? A vetítés megkezdése előtt szeretnék egy különleges üzenetet küldeni leendő menyasszonyomnak. Most dőljenek hátra és élvezzék ezt a csodálatos estét. Kezdődjék a függetlenség napja. Ez már igen! Ez már igen! Disznó maga! Kathleen, esküszöm, semmi közöm hozzá. Ezeknek a kis rohadékoknak a műve. Ha ez az érző oldala, igen, akkor megkérdőjelezem a tánctudását. Ha legközelebb el akar adni valamit, Jeffrey, húzzon ki a meghívandók listájáról. Micsoda? Semmi, semmi. Gyere, itt a szállítóautó. Drágám! Maradjatok csöndben! Mit forgat a fejében, Pierce? Az este beszéltem egy kicsi, ám igen gazdag konzorciummal, amivel üzleti kapcsolatban állok. Meg akarják venni a tábor, Jeffrey. Csak ugyan? Ön szerint Julie belemegy? Julie csak bízza rám, el fogja adni ezt a koszfészket. Beszéljen az üzlettársaival. Julie, drágám, hidd el, ez csak a látszat. Férfiak egymás közt, tudod? Semmi... A táborom nem eladó, Pierce. Nem. És én sem vagyok az. Jeffrey, mindig te voltál, drágám, a szerencsés. Nem én. És még valami. Gyere erre! Nincs kedvem beszélgetni, Matt. Nekem sincs. Csak tudod, ha nagy néha úgy érzem, hogy tényleg beszélni szeretnék, nem beszélek. Még akkor sem. A helyzet az, hogy utálom azokat, akik beszélnek.
nem azért csírok, mert szerettem. Hanem azért, mert tudtam, hogy nem. És mégis hozzámentem volna. A rendőrség 8 napon és 8 éjszakán át kutatta a területet elemlámpával és nyomozókutyákkal, de nem találták meg a gyerekeket. Senki nem tudta, hogyan tűnt el 16 sátorozó. Egy szempillantás alatt. Azonban ekkor találtak egy tábortüzet, olyasmit, mint ez. Amikor belenéztek a tűzbe, 16 halom elégett hamut láttak. 16 halom elégett hamut. Elfogták a tűzszelemet. Ne légy már olyan hülye, ez csak egy mese. Lehet, hogy az, lehet, hogy nem. A tűzszellem állítólag még ma is errefelé kóborol. Álruhában. Várja, hogy ismét tűzbe boruljon. És újra lecsapjon! Mi az? Mi az? Mi jutott a gyerekeknek? Azt hiszem, a kis szellem történetem ijesztőbb volt, mint reméltem. Akkor most ereljük őket össze. Eloltaná a tüzet, Harry? Örömmel, mihelyt eloltom a tüzet. Nos, Hol van? Nos, Hol van Julie? Hogy mondja? Hol van Julie? Van-e bizsum? Itt egy gyűrű az ujjamon. Hol? Hol? Hol van Julie? Jeff, ha továbbra is ilyen modorban beszél, kénytelen vagyok berekeszteni a megbeszélést. Jeffrey vagyok! Jeffrey! Reggel találkozunk, hölgyeim. Szia, meg! Szép álmokat, Adam. Neked is, Matt. Jó ét, Eli. Jó étenk. Fiú. Lehet, hogy sétálni mentek. Eltűnt a repülő. Senki nem tudja, hol lehet Ilá és Alec. Nem. Gyerekek, erőltessétek meg az agyatokat. Ez most nagyon fontos. Senkinek nem szóltak arról, hogy elmennek? Ó, oh, nem. Tabitha. Már nem vagyok árulkodó, Júdás. Kicsim. Az nem árulkodás, hogyha segítesz valakinek, aki lehet, hogy bajban van. Az nagylányhoz méltó dolog. Tényleg? Igen, tényleg. Igen, itt Matt Nolan a Sedonai táborból. Nézze, nemrég ment el innen az egyik autójuk, és a tudomásunkra jutott, hogy 2 fiú elbújt Julie. Rajta. Hm? Valószínűleg most is ott vannak. Veled. Most nem, Jeffrey. Mondja, nincs a kocsiban rádió vagy autótelefon? Matt. Kérdezze meg, van-e a kocsiban rádió vagy autótelefon? Sajnos nincs telefonjuk. Jól van, nem baj, akkor már is indulok. Ha időközben befutna a kocsi, ne engedjék el a srácokat. Julie, nem akar vele menni? Rendben. A fiúk nagyon ragaszkodnak magához. Igen. Így talán sokkal könnyebb lesz visszatérniük a társadalomba. Ha megvannak, telefonálunk. Jó. Matt, hívjon fel, ha megvannak. Jó. Julie! Valami más lehet a mögött. Túl okosak ahhoz, hogy csak úgy megszökjenek. Határozott céljuk van. Akkor az elég különleges cél lehet. Ha megéri egy teherautó hátuljában zögykölődni, éhesen fázva. Ha ezt most megeszem, bugizni fogok. Én is. Hé, apa! Hogy van Alec és Eli? Kitűnően. Remek, hol vannak? Egy teherautó hátuljában. Miről beszélsz? Milyen teherautóval? Alec és Eli megszökött. Matt és Julie az imént indult utánuk. Egy teherautóban? Milyen teherautóban? Ez nem lehet igaz. Hogy képzelik ezt? Megszöktek! Ezt mondtam az előbb.
Nem tudom, hogy fordulhatott elő. Mindjárt kiderül. Nos, legalább tudjuk, hogy itt voltak. Valószínűleg azonnal továbbálltak innen. Gyere, rövid a lábuk, nem juthattak messzire. 55, 01, 75. Halló? Anya! Ön az 555-01-75-ös telefonszámot hívta. Sajnos most nem vagyok itthon, ezért kérem a sípszó után hagyjon üzenetet. Viszlát! Hallottad a hangját? Hát, nekem elég barátságosnak tűnt. Szerinted? Menjünk vissza az autóba és telefonáljunk később. Jó. Most mi lesz? Kezdek fázni. Bújjunk el abban. Honnan tudod, hogy nem mennek el vele? Nézd körül. Minden zárva. Itt hagyták éjszakára. Gyere! Nézd, ott egy térkép. Anyu a közelben lakik, gyalog is mehetünk. Csak egy futó gondolat, fiam. De jelent valami fontosat a fiúk számára Phoenix? Phoenix? Egy város Arizonában. Ha az emlékezetem nem csal, Eli élénken érdeklődött afelől, hogyan lehet odajutni. Apa, tudom, hová mennek. Itt van, Burside Place. Hé, most mit csinálunk? Vedd fel, mondd, hogy téves szám. Sajnálom, téves szám! Nem vették föl? Még nem, nem. Ez nem volt nehéz. Ha belegondolok, hogy az a két fiú itt van... Bújj le! ...az éjszakában. Legyünk optimisták, nagyon okos gyerekek. Kitervelték az egész szökést, valószínűleg már egy hotelben pihennek és masszást vesznek. Itt Harry Haber. Hé, Harry, mi vagyunk. Megtaláltuk a teherautót, de a srácok már nem voltak benne. Ott voltak, de elmentek. Tovább keressük őket. Egy pillanat. Krisznek támadt egy ötlete, hogy hová mehettek. Vezessenek óvatosan, és ne csináljanak semmi butaságot. Halló, Matt? Nézze, azt hiszem, az édesanyjukat keresik. Körülbelül 20 percnyire lakik onnan. Burside Place 22. A neve Susan Bridges. Itt Harry Haber. Ha javasolhatom, legyenek jó és egészséges gondolataik, és ne mondjanak semmi olyasmit, amit nem mondanának kisgyerekek füle hallatára. Mi van, ha tévedek, apa? Mi van, ha nem azért mentek Phoenixbe, és a belvárosban csatangolnak valahol egyes egyedül? Ne add fel, fiam. Az az érzésem, hogy Alec és Eli jó kezekben van. Szabad? Ez az. Burnside 22. Kíváncsi vagyok, hogy jutottak el idáig. Elnézést a zavarásért, a középföldi gyermekotthonból jött. Ott lakik Eli és Alec. Anyu! Mi vagyunk, anyu? Alec és Eli! Én vagyok Eli! Én pedig Alec! Kalandos szökést hajtottak végre, hogy eljöhessenek önhöz. Nem is tudom, mit mondjak. Nem vagyok az édesanyjuk. Nem Susan Bridgesnek hívják. Nem, kicsim, Loren vagyok. Loren Osborne. De Alec lemásolta a címet. Anyu, kik ezek az emberek? Senkik. Senkik nem vagyunk. Hé! Hey. Csak néhány hónapja költöztünk ide. Nem is láttuk a régi tulajdonost. Nem kell mentegetőzni. Elnézést kérünk a zavarásért. Jó éjszakát! Jó éjszakát!
eltekintek a szökéstől. Sajnálom, hogy nem úgy alakult, ahogy szerettétek volna. Megtaláljuk, és ha megtudja, hogy mindenütt kerestük, meglátjátok, minden rendben lesz. Csak hogy előbb oda telefonálunk, nem lenne jó, ha ott derül neki, hogy nem ő az. Igen, azzal megint túl sok üzemanyag menne el. Ez kitűnő megközelítés, barátom. De még jobb lenne, ha anya kezdene keresni minket, legalább tudnánk, hogy kellünk neki. Jó éjszakát, fiú. Jól van, szép álmokat. Jó ét, Matt. Jó ét, pajtás. Viszlát reggel. Béke veled. Nem akármilyen kölykök. Igen. Tényleg rendkívüliek. Cliff! Cliff, nyissa ki! Shh! Nem akarom felébreszteni Cliffet. Mit akar? A helyzet az, hogy Cliffel szeretnék beszélni. Ilyen későn? Miről? Örökbe akarom fogadni a fiúkat. Nos, ezt Cliffel kellene megbeszélnie. Tudom, Harry, ezért vagyok itt. Tudom, hogy alszik. Felébreszthetem? Matt, egyedülálló férfi örökbe fogad két gyereket. Elég merész vállalkozás. Nézze, tudom, milyen könnyű ragaszkodni ez a két gyerekhez. De egyedülálló férfi örökbe fogad két gyereket. Elég merész vállalkozás. Harry, sokat gondolkodtam. Körbejártam. Minden oldaláról megnéztem, újra átgondoltam. Egyet biztosan tudok, hogy Alec és Eli apja akarok lenni. Baseball meccsre akarom őket vinni. Segítenék megírni a leckéjüket, és este ágyba dugnám őket. Mellettük akarok lenni, Harry. Eltökéltnek látszik. Habár két fiú mellé el kellene egy anya is. Ez igaz. Ez igaz, és ezt a problémát már is megoldhatom. Nézze, Matt, csak remélni tudom, hogy Julie-ra gondolt, mert 20 perccel megelőzte magát. Julie, lennél a feleségem, hogy az apja lehessek Susan Bridges gyermekeinek. Nagyon szívesen. Igen. Kiparkodjatok, szaporán! Nézzetek a lábatok elé! Óvatosan! Erőkézen húzok! Hé, apa! Magyarázd meg, hogy csinál! Hogy csinálod, hogy egy teljesen átlagos helyzetből előbb totális összeomlást, azután pedig tündérmesét varázsolsz? Fiam, akár azt is kérdezhetted volna, hogyan csinálom, hogy egy teljesen átlagos helyzetből előbb totális összeomlást, azután pedig tündérmesét varázsolok. Az a legfontosabb, hogy a két fiúnak végre van otthona. Ami kettővel több, mint ahogy idejött. Igen. Hazafelé menet. Gondolkodj a jövő nyári táboron. Hogy mind?
Várj, milyen jövő nyári táboron? Várj egy kicsit! Apa! Viszlát, Jeff! Viszlát, Jeff! Ifjú házasok és örökbefogadó szülők. Jeffrey! Jeffrey! Nem gondoltam, hogy ilyen jól sikerül a küldetésem. Matt és Julie nagyon klassz szülők, és ha megtaláljuk a másik anyukánkat, ő is így fogja gondolni. Alec, légy szíves, csukd be az ablakot! Már is, Mr. Haber, csak előbb becsukom az ablakot.